Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb csattanó videóban. Rég volt már csattanó, itt van a tavasz. Nézzük meg lengyel testvéreink ott fönt északon, hogyan viselik ezt az évszakot. Ennél jobban nem tudom ezt így megfogalmazni kezdésnek. Be fog elé menni. Indexelés nélkül. Egyébként szerintem tök korán, és ráadásul úgy, hogy bele se nézett a tükörbe. Abszolút jogos az autósnak a felháborodása. Ez van, amikor az ember a telefonját nyomkodja. Hát ez ügyes volt. Ó, körforgalom, de jó, szeretjük. Hát azt hittem ennél izgalmasabb lesz. Na, ez egy érdekes szituáció. Ezt tekerjük vissza egy pillanatra. Még egy picit, na. Már ott ugye ki van tekerve a kormány. Nem láthatott semmit ebből az autóból, a kamerás autóból. Szerintem ezt ilyen felesbe hozták volna ki a felelősséget. Előnyösebb helyzetben volt a kamerás nyilván, de körülményeket tekint. Biztos, hogy belenézett a tükörbe. Tehát ezt igazából nem kell vitatni. De nehéz így észrevenni egy autót. A csávót kell nézni. Azt figyeld, hogy feltartja a sort. És még be is mutat. Beszarok. Nagyon laza. És mindez fényes nap van. És fogadjuk, hogy még ő van felháborodva. Kurva jó. Istenem, nézd meg, a körforgalomban sétálgat. Elképesztő. Jaj! Valamiért ezeknél a videóknál egyébként nincsen hang. Hú, az szép eset volt. Várjál egy pillanatra, tekerjük vissza. Úgy ide. Jaj! Ez azért szép, és ráadásul ő is sávot váltott, ő is, neki meg muszáj volt sávot váltani, de hát nem sávot váltott, hanem csak majdnem megnézte a szalagkorlátot, hogy mennyire szürke. A bringás. Budapest is mennyi ilyen van. Meg persze olyan autós is, tudom, olyan autós is, aki átmegy a piroson, rengeteg. Jaj! Imádják a lengyelek ezeket a körforgalmakat. Ajaj! Intelligensen oldja meg a kamerás autó, mert hány olyan bunkó lenne. Jó, nem bunkó, értem. De hányan lennének, akik inkább feltartják saját magukat, csak megneveljék ezeket az embereket. Na mondjuk, őt már nem tudom, hogy miért jön. Nem tudom, hogy például a teherautós mind lehet ilyenkor felháborodva. Lehet, hogy siet, ez rendben van, de... Na most már a kamerás autó is feltartja saját magát, teljesen fölösleges belemenni ilyen dolgokba.
Mondjuk, hogyha nagyon ráér, és ráadásul tudja, hogy igaza van. Nagyon, nagyon menni akar. Nézd meg, és még a seggébe is belemegy. Ilyen szar időben. Ennyi. Nem egész 2 hete nálunk ilyenből lett baleset. És tessék, és jön a vonat. Senki nem tudta, hogy nem jön a vonat. Ó, de cukik! Hát ez így aranyos volt a végére. Ennyit szerettem volna ebben a videóban, én köszönöm szépen a figyelmet. Vigyázzatok magatokra és egymásra az utakon. Sziasztok!